évadnyitó nyán. Szeretettel köszöntöm Veszprém megyei város alpolgármesterét, Németi Lajos urat. Köszönöm, hogy eljöttünk meg. Fenntartó részéről, akivel nagy tárgyalásokban vagyunk természetesen a jövőnket illetően. Azt most így előre, akkor mindjárt el is mondom, hogy beadtam a pályázatomat egy olyan 10 nappal ezelőtt, más pályázóról egyelőre nem tudok, úgyhogy ez mindenki hát a maga lelke szíve szerint fogadja. A elkövetkezendő években még lehet, hogy itt leszek. Azt nem akarom jelnek venni, hogy egyre hátrébb ültök egy esemény kapcsán. Lehet viccesen is felfogni, én is megpróbálom így, de abban bízom, hogy inkább csak azért ültetek hátrébb, hogy jobban rálássatok arra, hogy megújult a színpad. Igaz, hogy a függöny most össze van engedve, de komoly munkálatok folytak. Az anyagi lehetőségünk azt engedték meg, hogy a stúdiót, a nagy színpadot és a játékszint, annak padozatát felújítsuk, hogy díszítők újabb nagy csavarokat vonhassanak bele, és a táncosok és a kollégák nem sérüljenek meg a színpad rossz minősége miatt. Köszönjük a fenntartónak, hogy biztosított ezt a lehetőséget, és ebből át is adnám a szót. Akkor most a polgármester úrnak köszönöm. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat. Én nem szeretném nagyon hosszúra nyújtani a mondani valót. Igazgató úr célzott arra, hogy tárgyalásban vagyunk a 2014-15-ös évad finanszírozása dolgában, és még nagyon-nagyon sok mindenről beszélünk. Bízom benne, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy önök is örülnek, valamennyire elégedettek lesznek, és mi is örülhetünk, és leginkább a veszprémi közönség lesz elégedett valamennyiünkkel. Én az új évadhoz nagyon-nagyon sok sikert, nagyon jó egészséget, és az egész évadra ilyen mosolygós, kedves, vidám arcokat kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.